Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Segítség az önkormányzatoknak, megoldást kínál az OTP a megdrágult fejlesztésekhez. Decemberben kezdődik a kereskedelmi üzem, a paksi blokkok mása már működik Szentpéterváron. Milliárdos üzlet, rengeteg pénzt hagyunk a boltokban karácsony előtt. Világnap, a fogyatékkal élők problémáira hívják fel a figyelmet. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az ország legtőkeerősebb pénzintézete, az OTP kínál segítséget az önkormányzatoknak ahhoz, hogy el tudják kezdeni a területi és településfejlesztési operatív programban elnyert fejlesztéseiket. A munkálatokat jelentősen nehezíti, hogy a pályázatok benyújtása óta sokat drágultak az építőipari anyagok. Betonmederben csordogál a víz kismányokon az út melletti vízelvezető árokban. Néhány hónapja adták át a terület- és településfejlesztési operatív programból megvalósított közel 21 millió forintos fejlesztést. A kivitelezés és a pályázat benyújtása között hónapok teltek el, ami jelentősen megdrágította a beruházást. 15-20%-kal drágultak az építőanyagok az elmúlt évhez képest. Amikor évvégén megnyertük a pályázatokat, ugye akkor már el lehetett számítani. Tehát én azt gondolom, minden önkormányzatot ez nagyon megterhelt, köztük kismányokat is. Kismányokon a plusz kiadásokat az előző évből megmaradt 4 millió forintos megtakarításból még ki tudta fizetni az önkormányzat. Sok településen viszont komoly gondot jelent a drágulás. Ezeknek az önkormányzatoknak kínál segítséget az OTP. Egyes beszélések szerint egyébként a projektköltségek és a valós kivitelezési költségek között országosan több száz milliárd forintnyi rés kínálkozik. Így van ez egyébként Tolna megyébe is. Mi úgy gondoljuk, hogy körülbelül a 6 milliárd forintos gap mutatkozik. A tényleges költségek és a pályázatban jóváhagyott költségek között. A TOP programok koordinációjáért felelős Tolna megyei önkormányzat elnöke azt mondja, az ország legtőkeerősebb pénzintézete olyan anyagi biztonságot tud nyújtani a települések önkormányzatainak, amit érdemes lehet kihasználni. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen erős pénzintézet az jó, ha az ember háta mögött ott van, hiszen az életben nem lehet kiszámítani mindent, hogy mi következik az elkövetkező időben, és emiatt hasznos, hogyha tudunk valahova nyúlni, tudunk egy tőkét találni, egy pénzerőt, ami a fejlesztéseinket lehetővé teszi. Szakértők szerint egyébként az önkormányzati fejlesztések kivitelezési árai a pályázatok benyújtása óta legalább 25-30%-ot drágultak. Országosan ez nagyjából 100 milliárd forint többletkiadást okoz a településeknek. A magyar sajtó képviselőit látta vendégül a Leningrádi Atomerőmű Szentpéterváron, ahol ugyanolyan blokkokat építenek, mint amilyenek Pakson is üzemelni fognak. A két új blokk közül az első decemberben kezdi meg a kereskedelmi üzemét, a második blokk átadására 2020-ban kerül sor, azt mondják, minden ütemterv szerint halad. A Leningrádi Atomerőmű fogadta a magyar sajtó egy csoportját. Az első kiépítés 4 RBMK ezres típusú blokkjai a következő években üzemidejük végéhez érnek. Leningrád első kiépítés 1-es blokkjának ez év decemberére tervezett végleges leállításával összehangoltan a Leningrád 2-es kiépítés 1-es blokkja megkezdi a kereskedelmi üzemét. Az ütemterv szerint haladó beruházás második blokkja 2020-ban kerül átadásra. Az új blokkok a kapacitás fenntartása tekintetében játszanak fontos szerepet, amelyek tervezett üzemideje 60 év. Ezek a blokkok számítanak a Paks 2 atomerőmű referencia blokkjainak. A látogatás alatt az orosz szakemberek hangsúlyozták a beruházás során szerzett tapasztalatok megosztásának jelentőségét, amelyek segíthetik a paksi beruházás minél kiválóbb megvalósítását. A nyomott vizes reaktorok költséghatékonysága mellett a legfontosabb jellemzője a VVR 1200 típusú, 3 plusz generációs blokkoknak, hogy 4 egymástól független biztonsági rendszer garantálja az atomerőmű biztonságos üzemelését. Nagyobb fokú ezen blokkok automatizáltsága, modernebbek, és ami a legfontosabb, még biztonságosabbak, mint az előzőek voltak. A vállalatunk és a Rosatom számára is prioritás a biztonság. Ez a blokk nagyságrenddel biztonságosabb, elképzelhetetlen egy Fukushima-ihoz hasonló baleset. И проблем с приемом и подготовкой персонала тоже никаких нет.
Alekszandr Beljajev elmondta, ezek a blokkok úgy lettek megtervezve és kialakítva, hogy képesek ellenállni külső veszélyeknek, mint például földrengésnek, repülőgépbecsapódásnak. A modern passzív biztonsági rendszerek elektromos betáplálás nélkül is képesek működni, továbbá a zóna olvadék csapda kialakítása is újabb garancia arra, hogy egy tervezési alapon túli baleset esetén is képes legyen a láncreakció leállítására a zóna olvadékban, és hogy az olvadék a konténmenten belül maradjon. Alekszej Birjukov, a Leningrádi Atomerőmű 2-es kiépítés 2-es blokkjának szerelési munkájáért felelős vezetője hangsúlyozta, hogy az előkészítés nagyon fontos folyamatnak tartja, hiszen a megfelelően előkészített tervek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy az építési munkálatok során ütemesen és pontosan lehessen haladni. Hetek óta karácsonyi zene szól a boltokban, mindenütt ajándékötletekkel, ünnepi díszekkel és természetesen Mikulás csokoládéval és szaloncukorral találja szembe magát az ember, bármilyen kereskedelmi egységbe is tér be. Ilyenkor jóval többet is költ egy átlagos vásárló, mint egy 25%-kal nő meg a vásárlás értéke. A boltokban a karácsony előtti hetekben az éves forgalom több mint 10%-a folyik be, milliárdos üzlet tehát a szeretet ünnepe. Karácsonyi zene, karácsonyi díszek, szaloncukrok, csokoládék. Ezzel találja szembe magát az ember bármelyik üzletbe is lépve november vége óta. Közeleg a Mikulás napja, emlékeztetnek is erre a boltok. Számos méretű, márkájú csokoládé Mikulással tömött standok jelennek meg a boltokban. Lehet 120 forintért és 1200 forintért is kapni a szezonális édességből. Éppen Mikulást szeretnék vásárolni a kis unokámnak, igaz, hogy az utolsó pillanatokra hagytuk, de már ő már megnézte egyszer, és ezt választotta, és úgy gondoltam, hogy ez egy minőségileg elfogadható. A szexádi vásárlók között akadt olyan, aki az ünnepekkor kizárólag azt nézi, mivel okozhat örömet családtagjainak. Az ár ilyenkor másodlagos. Kalendárium naptárt veszünk, meg csokoládét, Mikulásra csokoládét. És akkor karácsonyra szeretnénk olyan dolgokat venni, amivel tud játszani az iskolás a kicsivel, a kicsi a naggyal. Mi bábra gondoltunk, aztán majd még meglátjuk, meg a családnak egy ilyen ünnepi tálcát. Mindig megtalálja az ember, amire szükség van, időkérdése. És ön már megvette az ajándékokat? Hát még kérdezem nem. Elképzelés van, de még nem. Az egyik kereskedelmi láncnál jóval nagyobb a forgalom decemberben, mint az év többi szakaszában. Ilyenkor mintegy 500 fővel többen is dolgoznak a boltokban, javarészt a szezonális munkára fogható diákmunkások és nyugdíjasok. A decemberi hónapban az éves összforgalmunk 10%-át realizáljuk. Az átlagosár pedig átlagosan 20-25%-kal nő az adventi időszakban, és 3%-kal nő a vásárlók száma. A csokoládé Mikulásra az elmúlt évben csak nem 4 milliárd forintot költöttek a magyarok, ami 686 tonnának és 11 millió tételnek felel meg. Az Országos Kereskedelmi Szövetség számításai szerint egyébként összesen 100 milliárd forintot hagyunk a boltokban karácsonykor. Vese és májbetegséget, daganatot okozhat az a méreganyag, ami az egyik hazai boltok polcain is megtalálható zapkásában volt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakértői vették észre, hogy a termékben határérték feletti mennyiségben van a don-mikotoxin. Ezért kivonták azt a forgalomból, és a gyártót arra kötelezték, hogy a fogyasztóktól is hívja vissza a már eladott tételeket. Egy budakeszi és egy dunabogdányi cég vett szennyezett zappelyhet, zablisztet és zaptöretet egy angol vállalkozástól, tőlük pedig egy budapesti és egy székesfehérvári üzembe kerültek az alapanyagok. Jövőre a horgászengedélyek kiváltásához is szükség lesz adókártyára, közölte a Nemzeti Adó és a Vámhivatal. Az adóhatóság azt ajánlja a horgászoknak, hogy időben ellenőrizzék az adóigazolványukat, vagy igényeljenek a NAV honlapjáról letölthető, nyomtatva és ügyfélkapunk keresztül is benyújtható T34-es adatlapon adókártyát. A papírokat személyesen vagy postán is el lehet juttatni az adóhatósághoz, illetve a kormányablakokban működő NAV ablakokban is benyújtható. Az első adókártyák kiállítása ingyenes, de nem kell fizetni adatváltozás miatti cserénél, és akkor sem, ha az igazolványt ellopták.
Magyarországon 500 000, Tolna megyében 3600 fogyatékossággal élő ember él. Problémáikról, az őket segítő új eszközökről is szó volt azon a kerekasztal beszélgetésen, amit Szekszárdon tartottak meg a fogyatékkal élő emberek világnapja alkalmából. Hodó 5 éve segíti nagyot halló gazdáját az élet minden területén. Ha valamit meghall a kutya, amit a gazdája nem, akkor megböki és oda vezeti a hangforrásához. Simoni Váradi Zsuzsanna azt mondja, a jelnyelvi törvény létrehozása óta továbbá az internetes jelnyelvi szolgáltatásokkal sokat fejlődött a hallássérültek életminősége. Ez a hallássérültek számára azért fontos, mert akkor nem kell szólni a tolmácsnak, hogy menjen el az adott helyszínre neki segíteni a kommunikációban, hanem felmegy erre az alkalmazásra, bejelentkezik az éppen akkor ügyeletes jelnyelvi tolmács, és a képernyőn keresztül, az interneten keresztül tudják az ügyeiket intézni. A szakmai vezető hozzátette, úgy érzi, jobban elfogadják a nagyot hallókat a munkaerőpiacon, mint más fogyatékkal élőket. Mintegy 95%-uk dolgozik. Nehezebb helyzetben vannak a vakok és a gyengén látók. És bár a kommunikációjukat, a munkavégzésüket segítő szoftverek már ingyen elérhetőek, és idéntől már magyarul is beszélő, ébresztőként is funkcionáló óra is segíti a vakok mindennapjait, mégsem megy könnyen a társadalmi integrációjuk, mondta a fogyatékkal élő emberek világnapja alkalmából megrendezett kerekasztal beszélgetésen Kovács Lászlóné elnök. Hal Géva, a Szekszárd alpolgármestere azt emelte ki, hogy Szekszárd mindenki számára elérhető szolgáltatásokat, akadálymentes beruházásokat biztosít a jövőben. Úgy tervezték meg például az új úszodát, a sportcsarnokot, a tudásközpontot, hogy ezt mindenki meg tudja közelíteni. A jogszabályváltozások mindig kell, hogy kövessék az ő gyakorlati tapasztalataikat, mi pedig itt helyben próbáljuk az ő igényeinknek megfelelően alakítani, például az intézményeinknél az akadálymentesítést, például a szolgáltatásaink elérhetőségét, hiszen nagyon fontos az, hogy hasonló körülményeket teremtsünk nekik, mint bárki más számára. December 3-án van a fogyatékkal élő emberek világnapja. Magyarországon egyes adatok szerint közel 500 000 ember fogyatékkal élő. Tolna megyében 3600 fogyatékossággal élő ember él, közülük 1900 látássérült. Világháborús hősi emlékművet újítottak fel Sárpilisen. A település polgármestere azt mondta, a két világégés idején az ott élő romák közül sokan az életüket adták az ország szabadságáért. Tolna megye kormány megbízottja pedig arról beszélt, hogy az első világháború lezárásának 100. évfordulóján különösen fontos megemlékezni az áldozatokról. Viszörök, állj! Hátra, harc! Katonai tiszteletadás előzte meg a felújított sárpilisi világháborús emlékmű átadását. Az emlékművön 54 hős neve szerepel, akik az első és a második világháborúban harcoltak. A település lakóinak emlékezetében kitörölhetetlen fájdalmat okozott a két világégés. 1942-ben az innen elindult férfiak 80%-a soha nem tért már vissza Sárpilisre. Meg kell említeni, hogy roma származású áldozatai is vannak a második világháborúnak, tehát roma emberek is életüket áldozták a hazáért a Donkanyarba. A felújított hősi emlékmű átadásán Horváth Kálmán Tolna megye kormány megbízottja arról beszélt, az első világháború lezárásának 100. évfordulóján különösen fontos megemlékezni az áldozatokról, hogy hasonló szörnyűség soha ne fordulhasson elő újra. Fontos az, hogy ezekről a hősökről, ezekről az áldozatokról megemlékezünk, és méltó módon próbáljuk meg őket megőrizni az emlékezetünkben, illetve hogy méltó módon tudjuk őket meggyászolni. A sárpilisi emlékmű felújítását a helyi önkormányzat és az első világháborús centenáriumi emlékbizottság finanszírozta. Melegebb és szárazabb volt az idei ősz a szokásosnál, 1901 óta ez volt a második legmelegebb ősz, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzéséből. A Meteorológiai Világszervezet előzetes éghajlati értékelője szerint 2018 globálisan valószínűleg a negyedik legmelegebb év lesz a kiterjedt megfigyelések kezdete óta. A hazai mérések alapján pedig, ha a december középhőmérséklete nem tér el lényegesen az átlagtól, akkor a 2018-as év akár a legmelegebb év is lehet Magyarországon.
Első alkalommal hagyományteremtő céllal rendezték meg Bonyhádon a Vörös Marti Mihály emléknapot a költő születésének 218. évfordulóján. Az emléknap szerves része volt a Tolna megyei szavaló verseny, amelyre 30 középiskolás nevezett a völgységi települések iskoláiból. Örökké a világ sem áll, eloszlik, mint a buborék, s marad, mint volt, a puszta lég. Hőgyészről, Kakasdról és a Völgység településeiről érkezett az a 30 középiskolás, akik indultak a Bonyhádon megrendezett Vörös Marti Mihály emléknap és Tolna megyei szavalóversenyen. Első alkalommal hagyományteremtő szándékkal szervezte meg a Vörös Marti Mihály Művelődési Központ az intézmény névadójának tiszteletére azt az emléknapot, amely ahhoz kapcsolódik, hogy 218 évvel ezelőtt született Vörös Marti Mihály. Több területet ölel fel ez a program. Elsőként egy szavalóverseny zajlott itt az intézmény berkein belül, ahol is két korcsoportban mérték össze felkészültségüket a fiatalok. A középiskolások egy előre meghatározott kötelező és egy szabadon választható Vörös Marti verssel neveztek. A programot a Vörös Marti Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert támogatásból valósította meg. A szavalóverseny után a Művelődési Központban Vörös Marti Mihály, Csongor és Tünde című művét mutatták be a résztvevő iskolásoknak. A Bátaszékese új vezetése egy a klub 100 éves történetében is új formát vezetett be a város sportolóinak éves elismerésére. Gála műsor keretében vehették át az egyes sportágak idei legjobbjai a díjakat. A legvégén pedig az összes sportolóból választva kijelölték 2018 legjobbját, a gyermek, a serdülő, ifjúsági és felnőtt korosztályban. A gyermekeknél a kosárlabdás Bakó Bálint, a serdülőknél a karatés Kisbánk Botond, az ifjúságiaknál az úszó Fodermeier Petra, a felnőtteknél pedig a focista Faller András lett idén a Bátaszék legjobb sportolója. A nagy sikerű sportgála ötletadója az egyesület tavaly megválasztott új elnöke, Nagy Ákos volt. Mindig is figyeltem ezeket a díjátadókat, és mindig volt egy kis hiányérzetem. Tehát ugye vagy egy közgyűlés keretében lett átadva, ami kicsit olyan száraz ebből a szempontból, olyan idegen, nem annyira ünnepélyes. A másik pedig a másik véglet volt gyakorlatilag sportbálba, amikor már az emberek mulatni szerettek volna, és ugye nagyon sok támogató nem jön el egy sportbálba. Én azt gondolom, hogy ez egy köztes megoldás, tehát megvan a megfelelő ünnepélyesség benne, de mégsem annyira kötetlen, mint egy sportbál. És innen gondoltam azt, hogy az elnökség elé tárom ezt a javaslatomat. Regionális híreinkkel folytatjuk. Paktum projektek a Dél-Dunántúli régióban, a programok megvalósításáról számoltak be Pécsen. 6 év után újraindul közvetlen járat, vasúton is utazhatunk Pécs és Eszék között. Jubileum, 50 éve kapott városi rangot Siófok. Mintegy 180%-ot teljesített Baranya megye a Paktum projektben, hangzott el azon az eseményen, ahol a Dél-Dunántúli régió kormányhivatalainak vezetői számoltak be a programok megvalósításáról. Az előadások között szerepeltek még befektetés ösztönzési intézkedések, munkáltatói márkaépítés, de országos adatokat is hallhattak a résztvevők. A Dél-Dunántúli regionális paktum projektek megvalósításáról tartottak előadásokat hétfőn a Baranya megyei önkormányzat dísztermében. Az évértékelő találkozón a Baranyai mellett Tolna és Somogy megye kormányhivatalainak képviselői mutatták be a pályázatokat. Tigelman Éva, a Baranya megyei kormányhivatal társadalombiztosítási és foglalkoztatási főosztályának vezetője előadásában elmondta, a vártnál sokkal jobban teljesítenek a programban. 430 fő helyett, és egyébként 744 főt bevonult a Paktum projektben, ami egy ilyen 180%-os teljesítést jelent az eredeti vállalásunkhoz képest. Madaras Zoltán a régióban megvalósuló befektetés ösztönző intézkedésekről tájékoztatta a közönséget. A Baranya megyei közgyűlés elnöke elmondta, a program célja, hogy a potenciális dolgozókat bevezessék a munkavilágába. Ehhez pedig arra van szükség, hogy minél több vállalkozót, befektetőt vonzanak a megyébe. Nagyon sokban tudjuk segíteni ezeket a befektetőket és a vállalkozókat. Ezek lehetnek már itt lévő vállalkozók, akik fejleszteni akarnak, vagy pedig akár a határon belül, vagy azon túli új vállalkozók, befektetők, akik itt képzelik el, hogy fejlesztik a cégeiket. Ebben mi abban tudunk segíteni,
hogy lehetőséget biztosítunk a képzésben, a támogatásban, illetve az engedélyezhetési eljárásban is tudunk nekik abban segíteni, hogy rövidebb határidővel megkapják a szükséges engedélyeket, hogy itt Baranyában tudjanak termelni. A konferenciát a Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya felzárkózásáért című projekt keretében rendezték meg. Madaras Zoltán kiemelte, a programon belül a legfőbb cél, hogy a megye gazdasága felélénküljön. 6 év után indult újra a vasúti közlekedés Pécs és Eszék között. Az ünnepélyes bejelentés előtt már meg is érkeztek az első utasok a horvát városból. Az eseményen elhangzott, a baranyai megyeszékhelyről Pélmonostorra 1 óra 24 perc alatt ér oda a vonat, majd indul tovább Eszékre, mely további 20 percet vesz igénybe. A résztvevők kiemelték, fontos, hogy a két testvérváros kapcsolata az újraindult vasútvonallal is tovább erősödjön. Megérkeztek az első utasok Eszékről. Vasárnap indult újra ugyanis a vonat közlekedés a horvátváros és Pécs között. Az ünnepélyes bejelentésen Páva Zsolt polgármester elmondta, fontos, hogy minél többen utazhassanak a két település között közvetlen módon, így erősítve a két város, a két régió baráti kapcsolatát. Kimondhatom, hogy nagyjából fél év leforgása alatt ezek az erőfeszítések eredménye jártak, és lám, ugye itt vagyunk december 2-án, néhány hónappal a hivatalos megkereséget követően a vonat megőrült a pécsi állomásra Eszék városából. A jelentős eseményen Eszék polgármestere is részt vett. Iván Vrükics arra kérte a két nemzet képviselőit, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az utazás a lehető legrövidebb időt vegye igénybe. Fontos, hogy legyen lehetőségünk kommunikálni minden szinten, így az utazás terén is, és hogy minél jobban megismerjük egymást határon innen és túl. Ez a mai nap egy kezdet. Végül is ez egy nulladik pont, mert mi most csak addig a szintig fejlődtünk, amely régen már megvolt. Tehát az előrelépésre még mindig sok lehetőség van. A rendezvényen elhangzott, naponta 4 pár szerelvény fog közlekedni Pécs és Eszék között. A baranyai megyeszékhelyről Pélmonostorra 1 óra 24 perc alatt ér oda, a határról pedig további 20 perces menetidővel indul tovább a horvát városba a vonat. A MÁV stratégiai és fejlesztési főigazgatója elmondta, a két ország közötti 3 határátkelőhelyből évek óta csak Gyékényes és Kapronca között üzemel személyforgalom. A 2018-2012-es menetrendi évtől kezdődően, 6 évnyi szünetelést követően a magyar-gói határátmenetben is újraindul a személyforgalom. Az esemény résztvevői kiemelték, mind kulturális, mind gazdasági szempontból megtörténhetett a konkrét előrelépés, ami a két testvérvárost erősítheti. 50 évvel ezelőtt kapott városi rangot Siófok, a jubileumi ünnepségen 2 díszpolgári címet, Siófokért érmeket és emlékplaketteket adtak át a képviselőtestület döntése értelmében. Lett a községet a fővárossal, majd a többi déli parti településsel összekötő vasútvonalunk és impozáns vasútállomásunk is. Történelmi visszatekintéssel kezdte ünnepi beszédét a város napján dr. Lengyel Róbert polgármester. Egy szóval és mai kifejezéssel élve nagyobb lettünk. Ezért pedig elődeinknek hatalmas köszönettel és méltó elismeréssel tartozunk. Mindazonáltal történelmi felelősségünk van abban, hogy szeretett városunk nagyságát tovább növeljük, méltó utódokként tegyünk valamennyien azért, hogy Siófok még szebb, még élhetőbb, és még vonzóbb legyen az itt lakóknak és ide látogatóknak egyaránt. A jubileumi városnapon 2 díszpolgári címet is átadtak dr. Kersák János főorvosnak és dr. Farkas Sándor nyugalmazott sebészfőorvosnak. Örülök. A másik dolog pedig az, hogy visszaemlékezem. Ez mindenhogyan emlékeket kelt, akárhogy is nézzük. Hát, hogy mondjam, az életet már megjártam, és hogyha visszanézek, akkor tulajdonképpen hát ehhez a városhoz köt engem majdnem minden. Siófokért éremben részesült Majoros János vállalkozó és Barta Béla református lelkész és felesége. Emlékérmet vehetett át Vicman Mihály országgyűlési képviselő, dr. Bíró Norbert a Somogy megyei közgyűlés elnöke, Neszményi Zsolt kormánymegbízott és dr. Kispál járási hivatalvezető. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Segítség az önkormányzatoknak, megoldást kínál az OTP a megdrágult fejlesztésekhez.
Decemberben kezdődik a kereskedelmi üzem, a paksi blokkok mása már működik Szentpéterváron. Milliárdos üzlet, rengeteg pénzt hagyunk a boltokban karácsony előtt. Világnap, a fogyatékkal élők problémáira hívják fel a figyelmet. Szerdán döntően felhős időre készülhetünk, és ismét téliesre fordul időjárásunk, hajnalban gyenge fagy is előfordulhat. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!